Első kérdésem az lenne, hogy milyen út vezetett oda, hogy a Nemzeti Vágtán részt vehettél? Nagyon szépen köszönöm. Már kicsi korom óta nagyon szerettem a lovakat, meg régóta foglalkozok ugye velük. Régebben díjugrató versenyeken vettem részt, de most így nagyon áttértem a galopszeretetre, és tavaly 2019-ben, januárjában megkaptam Phantomot, a pónit, amin indultam, és utána valahogy így eljutott az én tudatomig, hogy el szeretnék indulni a Nemzeti Vágtán, és így a szüleim segítségével elindultam. Mik voltak az elvárások? Hát igazából egy edzéstervet is nagyon nehéz ugye előállítani, vagy ugye megcsinálni, és nekem még edzőm sem volt, hanem én ezt így egyedül megpróbáltam megcsinálni, és hát ugye nagyon nehéz volt felkészülni, mert nekem is ugye kicsit erős lovaglású pónim van, és úgy nehéz volt vele foglalkozni, de úgy igazából ennyi. És a verseny hogy zajlott le végül is? Miből állt, milyen pontokból? Hát már nekünk pénteken fel kellett pakolnunk Budapestre, mert volt egy orvosi vizsgálat, amin megnézték a lovaiknak a lábait, megmérték őket, mert ugye 138 centig indulhatunk a vágtán, és utána meg volt a sorsolás, hogy milyen futamokba fogunk menni, mert ugye 3 futam van, és 6 pályán indulunk. Én a 2-es futamban az 1-es pályáról indultam idén, és utána meg szombaton van reggel 8-kor egy próbastart, amin megpróbáljuk a startot minél jobban összeszedni, hogy jó legyen. Utána 1 órakor van az éles, amikor megy a kis huszárvágta, és utána, hogyha bejutunk, tehát hogyha első vagy másodikok leszünk az előfutamunkban, akkor vasárnapra a döntőbe bejutunk, ami hát ilyen 3 óra, 5 óra körül szokott menni. Ugye mondtad, hogy gyermekkorod óta szeretsz lovagolni. Mik a céljaid még azon kívül, hogy ugye mondtad, hogy galopp az most elkezdett vonzani, azon kívül még mi más a célod? Hát igazából majd, hogyha felnőtt leszek, állatorvos szeretnék lenni, és ugye tanulmányaimra is oda szeretnék figyelni nyilván, de a lovazást is ugyanúgy szeretném folytatni. És akkor jövőre is indulsz? Igen, jövőre is nagyon szeretnék indulni. Utána, vagyis még van most 2 évem a kis huszárvágtán, és utána meg a nagy huszárok között is el szeretnék indulni. Mit jelent számodra ez az elismerés? Hát számomra nagyon sokat jelent, mert igazából a 18 legjobb lovas között ott lehettem, kis huszároknál, szóval nekem ez nagyon nagy dicsőség. Mikor ülsz a lovon, mit érzel? Hát ezt nagyon nehéz így elmondani, mert nagyon jó érzés, az biztos. Hát sok mindenkinek ajánlom, mert nagyon jó tényleg. Mit tudsz elmondani a lovadról? Phantom egy 8 éves herélt póni. Ugye 2019-ben kaptam meg. Előtte is indult a Nemzeti Vágtán az előző tulajdonosával. Hát amikor van olyan napja, amikor nem nagyon szeretne menni edzésre, de nyilván ez így embereknél is van így, és nagyon nehéz volt a bizalmába beleférkőznöm, mert nagyon egygazdás volt. És régen, amikor megkaptam, akkor még úgy nem is nagyon szerettük egymást, hanem ő inkább apát szerette nagyon, de utána már valahogy összeszoktunk, és megszerettük nagyon egymást.